Hála Istennek vannak a kollégáim között is olvasóim, tehát akit érdekel, az olvas. Nálam az úgymond pozitív szereplők is rengeteg hibával, gyarrósággal rendelkeznek, tehát nekem nincsenek gánstalan grál lovagjaim és megkérdőjelezhetetlen hőseim. És némely negatív karakternek is adok szimpatikus tulajdonságokat, mert úgy gondolom, hogy az élet az ilyen. Manapság is, és ilyen volt a középkorban is. És az is nagyon öröm számomra, hogy mind a Kőfaragó, mind az első kötet már a második kiadását éri, tehát az első kiadás mind a két kötetből elfogyott, úgyhogy újra kellett őket nyomni. Én a mai napig nem érzem magam írónak. Tehát... Ez egy nagyon szerény megközelítés. De tényleg, én ha elmegyek egy könyvhétre, van ott egy órám, dedikálok, és onnantól kezdve én olvasok. Természetesen, hogyha egy olvasó megszólít, jártamban, kertemben, örömmel dedikálok neki, vagy beszélgetek vele, és nagyon sok olvasómmal nagyon jó barátságba kerültem, tehát jó néhányan vannak, akik... Megtanálnak, meg így is. Így van a magánéletben is barátok lesznek. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a Kolor Podcast legújabb adását látják, és hát egy nagyszerű beszélgetésnek nézünk elébe, hiszen egy 6 könyves történelmi regényíró ül itt velem szemben, aki egyébként a népszerű Toldi sorozatnak a szerzője is, Bónis Róbert. Szeretettel köszöntelek, Robi. Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm az nézőket. Nagyon örülök, hogy eljöttél. Hát először beszéljünk már egy kicsit, mert rengeteg izgalmas dologról, aki akarlak faggatni. De beszéljünk először a balcikai kapcsolódásodról, mert hogy az több vonalon is van. Ugye Balcikára jártál iskolába, sőt 30 éve dolgozol a Borsodkám ZRT-nél. Mesélsz egy kicsit erről? Így van, nekem nagyon sok kötődésem van Balcikához. Én a szomszédos Mucsony községből származom, de ugye ide jártam középiskolába, az Irinyibe, ami akkor még műszaki iskola volt. Ott végeztem vegyipari gépésztechnikusként. Ha az emlékeim nem csalnak, mi voltunk az utolsó vegyipari gépésztechnikus osztály, és aztán a sorkatonaság múltával a Borsodkámnél kezdtem el dolgozni, és idén szeptember 1-én volt a 30 éves jubileumom. Tehát gyakorlatilag én napi szinten megfordulok Barcikán. Néhány évet éltem is itt, a dobótéren laktam. Továbbá a gyermekeim is, a két fiam, ők már, a két nagyfiam, ők már saját lábukra álltak, ők Egerben működtetnek egy barbershopot, szintén ide jártak, a nagyobb az Irinyibe, Marci ő az Irinyibe, a kisebb Daniel a Szaléziba, és a lányaim szintén ide járnak iskolába, a nagyobb ő a Szaléziba jár, Zille a kisebb Boróka, ő pedig a Tompába. Hát akkor teljesen ismerős vagy a városban. És egyébként a kollégák és a főnökök mondjuk a Borsodkámnél hogyan reagáltak, amikor elkezdtél írni, illetve mik a reakciók most, amikor azért már a műfajon belül egy igen-igen sikeres író vagy, és például úgy tudom, hogy a Toldi legutolsó kötete az többszörösen is sikerlistákat döntögetett. Tehát, hogy reagálnak, hogy ezzel egy 6 könyves író jár köztük? Hát hála Istennek... Vannak a kollégáim között is olvasóim, tehát akit érdekel, az olvas, dicsérik, mondjuk ezt el is várom tőlük, elvégre ez a dolguk. Mernének mást mondani. Így van. De erről, ha mondhatok egy rövidke kis történetet,
Van a könyvének egy olyan, hogy is mondjam. Szóval egy kollégával kezdődött, egy barátommal, egy kollégával kezdődött a Szent László IA című kötetnél, ami a második kötetem volt, hogy egy ilyen baráti beszélgetés során azt mondta, hogy nem merem őt beleírni a könyvembe. Hát ugye a klasszikus mémre, hogy fogd meg, sögöm, megoldom. Mondtam neki, hogy jó, én beleírlak, rólad mintázom a mellékszereplő figuráját, úgy fog kinézni, mint te, ugyanaz lesz a neve, mint te, és a habitusa, a jellemzői, tehát beleírlak, cserébe viszont engedd meg nekem, hogy meggyilkoljalak, és nagyon csúfos, kegyetlen halállal végezzek veled. Ő rábólított, és akkor ebből egy hagyomány lett. A következő kötetre jelentkezett egy másik barátom, aztán folyamatosan a Szent László íjától kezdve egy barátom a nevével, a jellemzőjével, a személyiségével benne van, és mind csúfos halált hallgat. Igen, ezt mindenképpen szóba hoztam volna, mert szerintem ez végtelenül eredeti, és egyébként meg nagyon mulattató. És le a kalappal a kedves barátok közül előtt, hogy ennyire merészek, mert azért te nem spórolsz az erősséggel, amikor mondjuk akár a kivégzéseket, vagy a halálmódokat részletezed különben a könyveidben. De hogy ide kapcsolódik, én amúgy is azt olvastam egy olvasói visszajelzésekből a te műveid kapcsán, hogy végtelenül valósághűségre törekszel. Na most ez nyilván a történelmi regényírásnak eleve az egyik feltétele, de hogy ez rád különösen igaz, és nem szereted a kort idealizálni, ugye? Így van, igyekszem, és nálam az úgymond pozitív szereplők is rengeteg hibával, gyarrósággal rendelkeznek, tehát nekem nincsenek gáncstalan grál lovagjaim és megkérdőjelezhetetlen hőseim, és némely negatív karakternek is adok szimpatikus tulajdonságokat, mert úgy gondolom, hogy az élet az ilyen manapság is, és ilyen volt a középkorban is. Igen, az ember is személyiség eleve összetett, és egyébként ez a Toldinál is megjelenik, ugye, ha már az idealizálásról beszélünk, hogy mit is írtál te az első, a Toldi első kötetében előszóként, ami egyébként egy nagyon becsülendő, mert hogy gyakorlatilag te figyelmeztetted az olvasókat, hogy ki ne olvassa el ezt a könyvet. Így van. Amikor én, ez a Toldi sorozat létrejötte, ez nem saját ötlet volt, ez kiadói felkérésre fogtam neki, és amikor rábólintottam, erről is majd beszélhetünk, hogy ez hogy történt, mert nem, azt hiszem, egy kicsit érdekes. Kíváncsi vagyok rá. Nálam a koncepció volt, hogy nem olvastam vissza a arany tóliát, sem a irosai tóliát, semmit nem akartam felidézni azokból az elbeszélő költeményekből, hogy ne befolyásoljanak a saját történetemben, úgyhogy én az előszóban figyelmeztetem az olvasót, aki kézbe veszi ezt a könyvet, hogyha az ő számára fontos érzelmi értékkel bír a aranytordia, vagy az irosvai tordia, akkor ezt ne olvassa el, mert ez nem egy ilyen hőskötemény, vagy egy trubadúr ének, hanem itt igyekeztem felkutatni magának a történelmi Toldi Miklósnak amit el lehet róla írni, és másrészt pedig megvannak az ő démonai, követel hibákat, még úgy is mondhatnám, hogy sokszor olyan mesdjéken tántorok, hogy akár bűnösnek is lehet találni bizonyos dolgokban, tehát ő nem egy olyan toldi, ami aki az emberek elméjében él a arany vagy a más toldi legendák kapcsán. Tehát gyakorlatilag egy kicsit, mintha bárványrombolás lenne, ez csúnyább szóval,
Viszont cserébe kapunk egy igazán embert közeli toldit, és úgy néz ki, hogy az olvasók határozottan vevők voltak erre, hiszen nagyon nagy sikere van. Eddig 4 kötet van meg belőle. Ugye, ha jól tudom, az első kötet a gyermekkorától indul, és hol tartunk most a negyediknél, az ördögi erőnél. Nem, az ördög erő az első, és akkor Bocsánat. most jelent meg a pápa zsoldosa. A pápa zsoldosa valóban. Igen. Itt pedig a 40-es évei végével fejeződik be a negyedik kötet, de tudunk-e róla, hogy ő a korszakhoz képest nagyon sokáig élt, tehát ő 84-85 éves korában hunyt el, ami abban az időszakban Matuzsáleminek Igen. számított. Ugye ő még első Károly király idején született, és Nagy Lajos uralkodását is túlélte, és Zsigmondnál halt csak meg, úgyhogy nagyon hosszú életet élt. Igazából vannak a homályos évek, amikor gyakorlatilag nem lehet róla tudni semmit. Itt jött az írói fantázia. Igen. Ott pedig a kor történéseiben jelenítem meg, mert akár ott is lehetett bizonyos hadjáratokban Nagy Lajos mellett. Úgyhogy amiről nincs adat, ott is megjelenítem, de az már tényleg oda kellett az írói fantázia, hogy oda tegyük azokba az évekbe őt is. De viszont ami felelhető róla, dátum szerint, hogy mikor kapott birtokot, mikor melyik, most éppen a negyedik kötet az itáliai tartózkodásáról szól, ahol zsoldos vezérként a pápa szolgálatában tevékenykedett. De erről lehet tudni, hogy a Nagy Fehér Kompánia nevezetű zsoldos csapatnak az egyik híres alvezére volt. Tehát itt lekövetted a történelmet. Igen. És ez olyannyira népszerű lett egyébként, hogy mondjuk el a kedves nézőknek, hogy bekerült az évkönyve szavazásba is, úgyhogy az évkönyve.hu internetes oldalon buzdítunk mindenkit, hogy szavazzon a Bónis Robinak a Toldi negyedik kötetére, hogyha szereti az jellegű könyveket, és esetleg olvasta. Igen, és az is nagy öröm számomra, hogy mind a Kőfaragó, mind az első kötet már a második kiadását éri, tehát az első kiadás mind a két kötetből elfogyott, úgyhogy újra kellett őket nyomni, ami... Ez a mai világban nagyon nagy dolog, én azt gondolom, mert igen, egyre kevesebb példányban adható akár Igen. sajnos többségében a könyvek. De ha már Kőfaragó, ugye aki elkezd írni, az általában alap, hogy motiválja az irodalom szeretete, tehát maga is olvasott. Viszont nálad úgy tudom, hogy van még egy nagyon érdekes hármas, ami hozzájárult ahhoz, hogy te leültél a Kőfaragó megírásához legelőször. Ugye az egyik a népmesék szeretete, a másik a természet szeretete, és hát azok a lokálpatrióta érzések, amik benned munkáltak akkoriban. Ez hogy jött így egybe? Így van. Most ugye én műszaki végzettségű ember vagyok, és műszaki pályán dolgozom, tehát az irodalomhoz csupán annyi közöm volt, hogy olvasó voltam. Viszont én faltam a könyveket, tehát én nagyon sokat olvastam, gyakorlatilag az összes olyan szabadidőmet olvasásra töltöttem, amit másra is tölthettem volna, kivéve azt az időt, mikor jó idő volt, és akkor lehetett barangolni a környéken, mert azt is nagyon szeretek túrázni, jönni-menni erdőbe, mezőbe, mindenfelé, és ami pedig a népességről említettél, nekem a nagyapám, az anyai nagyapám, ő egy iskolázatlan bányászember volt, viszont millió egy mesét tudott. Tehát kifogyhatatlan volt a népmesékből, mindig mesélt nekünk. Imádtuk őt hallgatni, mert nagyon jó mesemondó volt, előadó volt, és ez a mesék iránti szeretet megmaradt bennem, és azt hiszem, hogy többek között az ő hatására is
kezdtem el annyit olvasni, mert neki ahhoz képest, hogy kevés iskolája volt, nagy házi könyvtára volt. Úgyhogy volt egy időszak az életemben, amikor a nagyobb lányom született, és mivel az édesanyja éppen akkor tanulmányokat folytatott, sokat voltam én otthon a pici baba gyermekemmel, tehát gyakorlatilag volt rengeteg szabadidőm, mert ugye napközben még sokat aludt, viszont éppen akkor kifogytam az olvasnivalóból, tehát akkor én a Barcikai könyvtárba, az Egressi könyvtárba. Mert mindent kihordtál, ami létezik? Mindent kihordtam, ami érdekelt, és akkor belebotlottam olyanokba is, olyan könyvekbe is, tudom, hogy ez kicsit dőfösen hangzik, de olyanok könyvek is a kezembe akadtak egy idő után, amik nem tetszettek, és arra gondoltam, hogy ilyet szerintem talán még én is tudnék írni. Amúgy bocsánat, én ezt imádom, hogy te kimondod, mert szerintem valljuk be, hogy nagyon sok író jut le először így írni, hogy ezt mondta, hogy úristen, hát annyi olyannal találkoztam, hogy ilyet én is írok, csak ezt ugye nem mindenki meri kimondani, de valóban ez is sokszor egy motiváció. Szóval akkor nekiültél, és azt mondtad, hogy hát én írok egy sikeres történelmi regényt. Igazából csak akkor még arra gondoltam, hogy bemutatom a környéken általam fellelt olyan történelmi helyeket, amit szeretném, hogy mások is megismerjenek. Amiknek az eredete után én kettelésből utána kutattam, és gondoltam, hogy jó lenne, ha mások is megismerhetnék ezeket a helyszíneket, akkor még kezdetben nem gondoltam, hogy ebből könyv lesz. Én úgy gondoltam, hogy készítek egy ilyen vaskos füzetet, amit majd kinyomtatok, ugye ez még a magad szórakoztatására gondoltad. Igen, majd ajándékozom családon belül, barátokon belül, stb. De aztán, ahogy így kezdett alakulni a történet, meg kezdtek megelevenedni a főhőseim, akkor úgy gondoltam, hogy talán ebből több is lehet, és akkor végül is az lett, amit van az asztalon. Igen, egy jó vaskos kötet. Igen, és ez a környékbeli helyszínekre lett felfűzve a történet, tehát először, furcsa módon először voltak meg nekem a helyszíneim, amiről én akartam írni, és ahhoz találtam ki egy mesét. Mert egyébként ez egy klasszikus mese, szegény legény, azzal, hogy megtanul olvasni, azzal előre tesz szert, nemes kisasszony beleszeret, nem akarom elszpoilerezni, de egy mese, aminek a végén a legény kőfaragó legény elnyeri a méltó jutalmát, és boldogan élnek, még meg nem halnak. És ezt mindez teljesen korhű, így van. Köntösökbe burkolva. És ez amúgy olyannyira összetalálkozott ennél a kötetnél, én úgy hallottam a természet szeretők és az olvasni szeretőknek a rajongása, hogy voltak kifejezetten olyan lovas túrák, vagy gyalogos túrák is, vagy mindkettő ugye? Mindkettő. Akik azt szerint járták végig a könyvben, tehát a könyvben feltüntetett helyszíneket járták végig, elindultak onnan, ami a kőfaragóban helyszín, és végig mentek az összesen. Azért ez... Így van. Az Alföldről volt egy úgynevezett kőfaragó túra, ami még nem is az, hogy meglátogatták a helyszínt, hanem a történetben megjelenés időrendjén szerint. Tehát elkezdték Diósgyőrbe, és úgy mentek meg végig ezeken a helyszíneken, valamint a második kötet, az pedig, vagy második kötet, a második regényem, a Szent Lászlóia, aminek a címe félrevezető, mert nem Szent László korában játszódik, hanem ugyanúgy a 14. században. És kapcsolódik is, ugye? Igen, vannak teljesen különálló történetet, külön is értelmezhető és élvezhető, de vannak bizonyos szereplők, akik a Szent Lászlóiában is megfordulnak, sőt, teszem hozzá itt ugorva, a Toldiban is vannak olyan szereplők, akik már megjelentek itt, vagy a Szent Lászlóiában, és ott pedig, mivel az szintén ilyen természetszeretetből készült a Szent Lászlóia,
az Aggteleki karszt felső részén, a Felvidék alsó részén játszódik, ott pedig egy olvasóm, egy ilyen lovas ember szervezett Szent László híja, lovas túrákat, tehát lóháton baragolták be azt a környéket, amit én a Szent László híjában megírtam. Hát ennél szebb visszajelzés, azt gondolom, hogy nem kell egy Igen, ez írónak. nagy Igaz? büszkeség. Igaz, el is hiszem. Ha már visszajelzések. Te, Robi, miért nincs neked írói oldalad? Se Facebookon, se weboldal, és egyébként csak a nézőknek mondom, hogy mi már ismerjük egymást korábban, és ezért is tegeződünk, és hát én mindig nyaggattam, vagy legalábbis egy párszor szerintem nyaggattalak ezzel, hogy készíts meg, kérlek, egy írói oldalt, mert hogy nagy az igény, én azt gondolom, az olvasók részéről az, hogy el tudják mondani, hogy milyen élményt kaptak az adott könyvtől, és neked rengeteg olvasód meg rajongód van. Ez tudatos, hogy te nem készítettél, vagy csak egyszerűen így alakult? Egyszerűen így alakult. Én nem... Igazából én a mai napig nem érzem magam írónak. Tehát... Ez egy nagyon szerény megközelítés. De tényleg, én ha elmegyek egy könyvhétre, van ott egy órám, dedikálok, és onnantól kezdve én olvasok természetesen, hogyha egy olvasó megszólít, jártamban, keltemben, örömmel dedikálok neki, vagy beszélgetek vele, és nagyon sok olvasómmal nagyon jó barátságba kerültem, tehát jó néhányan vannak, akik megtalálnak, még így is. Így van a magánéletben is barátok lesznek, sokan, és nem éreztem még szükségét, hogy legyen egy írói oldal. Talán lustaság, tehát nem, azt hiszem, hogy nem bírnék még azzal is foglalkozni, hogy azt gondozzam és karbantartsam. Én úgy gondolom, hogy aki el szeretne érni, el akar érni, az el tud a privát oldalon is. Számos példa volt erre, mindenkinek örömmel válaszolok. Van egy idős úr olvasóm, aki rendszeresen figyelmeztet az apró hibákra, amik előfordulnak a könyvbe. Én ennek nagyon örülök, mert ugye a második kiadásban ezek már javításra kerülnek. A kritikát is szívesen folyik, mindenkinek válaszolok, de az, hogy írói oldalam legyen, azt nem tudom, valahogy ez elmaradt, és szerintem el is fog maradni. Mennyire fontosak egyébként neked a visszajelzések? Tehát például a díjak. Vagy mennyire szeretnél? Ugye vannak most úgymond azért elég kevés, hogy mondjam, celeb író van idézőjelben, író vagy költő az országban. Tehát akik tényleg országosan ismertek, akiknek a műveivel az óriás plakátokon találkozhatunk, akik megfordulnak folyamatosan akár a kereskedelmi tévékben. Ugye íróként azért általában az is az igénye az embernek, hogy olvassák minél többen a könyveit, tehát eljusson a célközönséghez. Szerinted te lennél szívesen celeb író? Nem. Valószínűleg azért is választottam ezt a rétegműfajt, mert ez egy rétegműfaj, ez az olvasók meg egy bizonyos hányada olvas történelmi regényeket. Nem csak azokat, de viszont azokat feltétlenül. Én is nagyon szeretem a történelmi regényeket. Ha celebíró szeretnék lenni, akkor más témát, más korszakot, más megközelítést választanék, de nekem ez a szívügyem, én ezt szeretem, én ezt élvezem. Nekem ez egy szenvedély, néha szenvedés is be kell vallani, tehát vannak olyan időszakok, amikor nagyon nehéz leülni hozzá és elkezdeni, és akkor újra felvenni a fonalat, de nem szeretnék celebíró lenni. Nem szeretnék celebíró. Volt egy ilyen gyanú, igen. És ha már a műfaj, akkor meg sem fordult a fejedben más műfaj. Tehát te a történelmi regények mellett tetted le a voksod. Így van, engem mindig is a történelem érdekelt, különösen ez a korszak, tehát a középkor. Mindig volt egy ilyen nosztalgiám, az olvasmányaim nagy hányadát is ezt tette ki azelőtt, mielőtt írni kezdtem volna.
Úgyhogy ez az, ami érdekel, ezt szeretem, és nem akarok mással foglalkozni. Pedig egyébként ez sokkal nagyobb munka, megkockáztatom, mint bármelyik másik műfajon belül írni, hiszen iszonyatosan sok forráson kell átrágnod magad, teljesen tájékozatnak kell lenned, mennyi időt vesznek el a források, az utánaolvasás és az írás. De hogy oszlik meg arányaiban? Arányaiban, ha összességében a hat kötetet nézem, akkor azt mondanám, hogy fele-fele, de kötetenként van olyan, ami 70%-át a kutató munka meg a forrásfeldolgozás jelentette, és sokkal kevesebbet azt, hogy kitalálni köré a szövetet, ami összetartja az eseményeket. Úgyhogy ez változó, de nagyon sok időt felemészt, meg energiát is felemészt az, hogy az ember belássa magát abba a korszakba, és megtalálja azt. Sokszor ellentmondásos források vannak, és akkor ki kell szűrni azt, ami logikailag valószínűbb, vagy pedig olyan is volt, hogy a különböző történészek leírásából az egyik szimpatikusabb lett volna számomra, de mégis a másik volt a gyakorlatilag valószínűbb, és azt a megközelítést helyeztem bele a könyvbe. 10 és 14 évesek a lányok, ugye? Igen. Hogyha jól tudom. Így van. Sokan panaszkodnak szülőként, hogy ez a korosztály már nem olvas. Nálatok hogy van? Te el tudtad érni a lányoknál, hogy megszeressék az olvasást? Nyilván talán a te könyveidhez még azt Nem, gondolom, hogy így van, igen, mindenképp még ők bevonom. azért ehhez kicsik. És mit tanácsolsz azoknak a szülőknek, akik nagyon szeretnék, hogy a gyerek olvasson, és nem? Tehát hogyan szoktassuk rá ezt a generációt? Rászoktatni, nem tudom, hogy rászoktatni lehet őket valamilyen módon. Én azt mondanám, hogy legyenek otthon könyvek. Legyen könyvespolc, kézzel elérhető, oda nyúlok, leveszem, és a gyerek lássa azt, hogy anya meg apa olvas. A Hogy példamutatás, igen. bekuckózik és olvas, és akkor ha a gyerek érdeklődik, akkor oda jön, és akkor beszél róla a maga szintjén. Hála Istennek nekem olvasnak a lányok. A Boróka mostanában kapott rá, hogy olvasson. A nagyobb, ugye 14 éves Zille, a korosztályából adódóan inkább elektronikus felületen olvas, de olvas, Ez a lényeg. és még az írással is kacérkodik. Vannak ilyen, hát én ezt nem értek, de vannak ilyen különböző internetes oldalak, ahova lehet írni rövid történeteket, és akkor egymás között megosztják. Sajnos most nem jut eszembe a neve, hogy mi ez, de ő is próbálkozik. És elfogad a pártól tanácsot? Vagy megnézed az írásait? Fűzöl hozzá? Igen. Volt rá példa, hogy hozzáférést adott nekem a műveihez. Főleg fantasy terepen mozog. Egy időben nagyon lenyűgözte ez a gyűrűk ura világ. És úgymond ilyen spin-offokat készít hozzá, tehát a szereplők kellő egy saját kalandot készít. Nyilván én elfogult vagyok, de szerintem tehetséges, tehát hogyha ő ezt szeretné csinálni, én mindenképpen támogatni fogom. Nem esett messze az almafájától, akkor megnyugodhatsz. És mind dolgozol most? Én egyébként sejtem, mert nem olyan nehéz kitalálni, hogy a Toldinak az ötödik Így résznél. van, az ötödik köteten dolgozom, hát még ugye júniusban jött ki a negyedik kötet a könyvhétre. A nyár az nem az írásra való, hogy a nyáron jön, megy az ember, gyerekek, nyaralás, kirándulás, stb. Úgyhogy igazából most az őszbeköszöntével fogtam neki
Tehát ott még részben nincs meg fejemben 100%-osan a történet, ott még a különböző forrásokat tologatom össze, és készül egy vázlat, és ha éppen olyan kedvem van, akkor fejezeteket írok, ami leíró képek, vagy párbeszédek, vagy hasonló, tehát ez most kezd el megszületni, az 5. kötet. Aztán nagy valószínűséggel, hát nem nagy valószínűséggel, tehát biztosan lesz 6. kötet, mert olyan sok van még hátra az életéből, hogy azt egy kötetben nem lehet, nincs értelme belesűríteni, de azt sem zárom ki, azt sem tartom teljesen kizártnak, hogy legvégére 7 kötetes lesz, ami talán azért is lenne jó, vagy hogy is mondjam, mert a sorozatban a 7-es szám, ugye visszatérve a népmesség szeretetéhez, nagyon sokszor felbukkan, tehát a hétfőn bűntől kezdve Tódi Miklós 7 tollas buzogánya, a 7 lovagi erény, stb. Úgyhogy akkor ez így lenne egy szép befejezés. Igen. Szerintem senki nem bánja, hogyha 7 kötet lesz, mert annál tovább tudjuk élvezni azt, amit írtál. Robi, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántál ránk. Én köszönöm a meghívást, igazán megtisztelő volt. A kedves nézőknek is nagyon köszönjük, hogy velünk voltak. Ne felejtjék, hogy jövő hét szerdán 6 órától ugyanígy Color Podcast. Egy újabb izgalmas vendéggel érkezünk majd. Addig pedig szép estét és nagyon szép hetet kívánok mindenkinek.